A mohácsi vészt követően még 1526-ban két királyt választottak. A nemesség nagy része Szapolyai Jánost akarta, a főurak pedig Habsburg Ferdinándhoz ragaszkodtak. A szembenállásukat a török előrenyomulás nehezítette. 1532-ben a török sereg Bécs felé vette az irányt. Útjában Kőszeg állt, ami csodával határos módon megállította a túlerőt Jurisics Miklós várkapitány vezetésével. A magyar győzelem emlékére Kőszegen ezért harangoznak 11 órakor is. Magyarország gyakorlatilag a Habsburg Birodalom és az Oszmán-Török Birodalom harctere lett. Végül Ferdinánd 5. Károly német-római császárral és Szapolyai Jánossal közösen megkötötték a váradi békét. Megállapodtak, hogy Szapolyai halálát követően az ő uralma alá tartozó területek is Ferdinándhoz fognak tartozni, így ő lesz a kizárólagos magyar király. Időközben megszületett Szapolyai fia. Ő volt II. János, vagy közismertebb nevén János Zsigmond, akinek a hívei Szapolyai halála után a törököktől kértek segítséget, mert Ferdinánd el akarta foglalni Budát. Így történt meg, hogy a török sereg fegyvertelen beszivárgásával 1541-ben Buda török kézre került. Így az akkori Magyarország középső része a törökökhöz tartozott. Az északnyugati részt királyi Magyarországnak nevezzük, míg a keleti részt erdélyi fejedelemségnek. Magyarország három részre szakadt.